Óriási nehézséget tud okozni az augusztus vége a gyermekeket nevelő családok számára, hiszen a tanszercsomagot, az összes tankönyvet meg kellett vásárolni, és be kellett fizetni a gyermekétkeztetés összegét is. Ráadásul csak a hónap közepén kapták meg a családtámogatásokat az érintettek, idézett egy korábbi korszakot Hoppál Péter kormánybiztos országgyűlési képviselő a Meszesi Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón. Most azonban pozitív változás van. A családtámogatásokat előreveszi a kormány, tehát augusztus végén a szeptemberi juttatásokat mindent folyosít az államkincstár minden családnak, a gyest, a gyedet és a családi pótlékot egyaránt. Ezen kívül pedig ingyenes tankönyvben részesül az elsőtől a 13. évfolyamig minden magyar diák, az iskolákban, a köznevelésben is, és a szakképzésben is. Új támogatási forma ezen felül, hogy a KRESZ vizsgát a középiskolásoknak kifizeti a kormány, tehát akik ügyesen sikeres KRESZ vizsgát tesznek, azoknak ezt ingyenessé tette idén szeptember 1-től a kormányzat. Mindezeken felül lehetőség van az önkormányzatnál kormányzati támogatási finanszírozással nagycsaládosok számára ingyenes étkeztetést is kezdeményezni. Nagyon sok olyan támogatási lehetőségeket teremtett az Orbán kormány, melyek 2010 előtt nem voltak, hangsúlyozta Hoppál Péter. A pécsi tankerület 3 járást lát el, ami 14 ezer tanulót jelent, 39 székhely intézménnyel, 28 tagintézménnyel. Ez azt jelenti, hogy 2000 pedagógus és közel 500 nevelési oktatási munkát közvetlenül segítő munkatárs dolgozik azért, hogy minden nevelési célt megvalósítsanak, és a gyerekek minden tudást elsajátítsanak, tájékoztatott Tóth László Ákos tankerületi vezető. Idén a beiskolázás következtében első kicsi elsős gyerekek 1200-an iratkoztak be az iskoláinkba. A 9. évfolyamra közel 500 tanuló iratkozott be. Összességében ez 14 ezer gyermek jár az intézményekbe. Ezeknek a gyermekeknek a kormányzati segítség az a legnagyobb mértékben valósult meg, hiszen elsőtől 13. évfolyamig ingyenes tankönyvben részesülnek a diákok. Ez csak a pécsi tankerület vonatkozásában 150 millió forintot jelent, és akkor ez még csak az alaprendelés. A szeptember hónap folyamán még lesz a kiegészítő rendelés, vagy a pótrendelés, ami még néhány millió forinttal ezt meg fogja fejelni, ezt az összeget. Több mint 1000 tanszercsomagot osztanak ki a rászorult családoknak. Országos viszonylatban ennek az összege több mint 1 milliárd forint támogatást jelent a családoknak.